Sziasztok! Akkor jöjjön ismét egy jacuzzi teszt, tartós teszt. Körülbelül 2,5 hónapja építettem meg őt. És hát azóta azért történt egy-két módosítás rajta. Igaz, hogy apróbb. Bekerült egy digitális hőmérő. És ez a rész, ahol ugye a víz beszívása és kiforgatása történik, ez egy picit ugye módosult. Tehát rákerültek ezek a kis csonkok. Ugye erre azért volt szükség, mert ha két személy beül a jacuzziba, akkor ugye a vízszint az drasztikusan megemelkedik. Innentől kezdve ugye kellett beletenni egy ilyen elalakú részt a szívó oldalra, hogy legyen annyi mozgástere az egésznek, hogy üres állapotba is tudja kerintetni a vizet, és ugye ha beülünk, és körülbelül két fővel ez a szint, ameddig fel fog emelkedni a víz, két fővel se folyjon ki, vagy ne menjen mellé a víz. Mostani állás szerint egy olyan 10-12 felfűtés van a rendszerbe, úgyhogy egész jó beállt a működése. Már a felfűtésről is tudok mondani konkrétabb információt, tehát 2 órája cseréltem ki benne a vizet, és akkor volt 10,2 fok, és most 31,6-31,8, ugye így változik, durván ugye ilyen 32 fokra melegítette fel a vizet, 2 óra alatt a rendszer 10,2-ről. Itt látható a tűztér, szépen lobog benne tűz. És összességében azt lehet elmondani, hogy ha 10 fokos a víz, akkor egy jó 2,5 óra alatt el lehet érni azt a hőmérsékletet, ami ugye ideális neki. Hát az ideális azt, hogy tapasztalataim szerint a 37, maximum 38 fok, az felett már nem annyira jó esik bemülni. Próbáltam ilyen 40-44 fokba is, hát az ilyen 5 perc is, és tényleg az ember szó szerint kimenekül, úgyhogy itt kint mondjuk 5 fok volt, és fújt a szél, de nem kellemes, tehát 40 fölött nem ajánlott benne ülni. A kellemes ez tényleg ez a 37-38 fok. Keringető rendszer ugye még mindig ezzel a Tesco-s 800 wattos keringető szivattyúval működik. Csövek nagyon jól bírják. A többi levegőztető rendszer, amit beépítettem, nagyon-nagyon jól bírja. A levegőztető rendszert ugye kitettem az építménynek a szélére, mert maga ez a kis festékszórógép, ennek van egy kicsit ilyen érdekes visító hangja, amit jobb, ha ugye az ember távolabb tesz tőle. Mindjárt mutatom, hol is van. Tehát ő ide került ki. Itt nagyon szépen szuperál, átjön ugye a fülke alatt, a szauna fülke alatt a levegő, szépen bejön. És ugye úgy oldottam meg, hogy a motor ne legyen túlterelve, hogy itt ez a cső csak bele van tolva a másikba, és ezáltal egy kicsit tehermentesítve van a kompresszor. Remélhetőleg hosszú ideig fogja bírni hibamentesen. Szaunáról annyit, ő is kapott egy digitális hőmérőt. 13,6, 13,8. Kicsit így változik a hőfok. Ugye most ő nincs beüzemelve, nem működik. De erre is tudok teszteredményeket mondani. Egy ilyen 8-10 fokos kinti hőmérséklet mellett durván olyan 1 óra alatt elérte azt a 45 fokos felfűtött hőmérsékletet. Másfél óra, 2 óra üzemnél már abban a hidegben, szeles időben is az 50 fokot elérte. Bent ugye a termosztát, amit megmutatok újra. Bent ez a kis termosztát ugye szépen le is kapcsolta. 50 fokra van állítva, látszik is rajta. Ezt szépen ügyesen le is kapcsolta
maga a rendszer. Hát ugye ennyi lenne a tartós teszt és a beszámoló így 2,5 hónap után az építményemről. Én azt mondom, szépen teszi a dolgát, ennyi pénz bőven megért, ennyi munkát is bőven megért. Úgyhogy akinek van kedve, ajánlom, hogy ha megnézi ezt a videót, ne féljen nekiállni, legyen bátor, építse meg, és használja egészséggel. Sziasztok!